Ha-hó! Sziasztok! Szabó Gergő vagyok, ez pedig a karanténvlog. És bármennyire fájdalmas, szenteste napján, sajnos tényleg ilyen szimbolikus helyen kell kezdjük, mert hogy a DKTV-vel még nem foglalkoztunk. A NER kommunikációnak az egyik legfontosabb eleme, hogy ők a nemzeti érdekeket képviselik. És a baloldali humor is benne lesz a mai történetünkben. Lesz egy kis MSZP is. Az MSZP-nek mindenben igaza volt, amit eddig mondott a munkavilágával kapcsolatban. Úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk, és már is helyesbítenék. Mert ebből itt lesz valami. Komposzt. De a DKTV-ből, meg a DK-ból semmi. Úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, nézzétek a karanténvlogot, és most pedig csapjunk bele! Látjátok? Ebből egyszer majd szar lesz. Trágya. De a DK már most elérte ezt a szintet. Te nagyon sokat tudhatsz a szarról. És hogy miért Szentestén? Szenteste közeletével foglalkozunk ezzel? Hát azért, mert a DKTV az elnyomott diktatúrában pont ugyanígy készül a Szentestére. Hát mutassuk már meg, hogy mi az a nagy alternatíva, az árnyék kormány, aki abban a pillanatban, hogy átvenni a kormányzást 15%-kal, mindent megoldana. Úgyhogy még egyszer elnézést a komposzttól, mert ez egy nemes dolog a DK-hoz képest. Na de a független objektív Olgika, a recska király Gréci. És a haverjaik, na az egy egészen más téma. Nézzük meg, mit hoztak össze, mert hogy ugye tudjátok, a humor az baloldali műfaj, és hogy mennyire jól űzik, na tessék. Nem, hogy elképzelem, hogyha mondjuk nem a Telex újságírója, hanem mondjuk konkrétan Matolcsi György szeretné megszólítani. És akkor te vagy Matolcsi? Hadd legyek. Jó, és akkor én vagyok. Legyél. Jézusom. Légy szív. Mindenkitől előre elnézést. Én leszek Orbán Viktor. Elindjek kurva anyádba, ülj a gyerek! Főnök, hát szeretnék én valamit kérdezni, mert nincs... Miért főnök? Miniszterelnök uram. Miniszterelnök uram, tekintetes. Szeretnék valamit kérdezni, hát mégsem a gazdasági bizottság előtt mondjam már el, tehát hogy lehetne, hogy beszéljünk egy kicsit az országról? Ember, most jöttem ki a templomból. Ja, értem én, na de ha válság közeli helyzetben van az ország, miniszterelnök. Ember, most jöttem ki a templomból. Nézd már oda, beszalás. Hát ilyet, ezt föl kéne venni, gyerekek. Ezt tedd el egy humorosba. Tedd már meg nekem, hogy ezt fölírod, jó? Hát ez beszarát, ez hihetetlen, hát ez óriási, Mi se voltunk ott. Micsoda? Nem értettem, jó. Egyébként maga katolikus, te katolikus vagy, főnök, nem is? Nem, én valamikor református voltam, de voltam liberális, és voltam kisztitkár is. Ja, jó. De most jöttem ki a templomból. Ja, és akkor nem mondtatok az ország állapotáról semmit? Nem, már elmondtad, és meg is lesz a következő. Jó, akkor, most jöttem ki a templomból. Akkor főnök, boldog karácsony. Boldog karácsony. Senki házi, hazudós, aljas lelkű, rossz életű képmutató, hordd el magad! Nem, ne kezdjük újra. Csak próbálom feldolgozni a viccet. Mert ez vicces volt. Nem kínos, ez vicces. A DK szemében ez a poén. És az természetesen alap, hogy a vallást, a templomot gúnyolják, mert hogy az belefér. És de ilyet, ilyen baromságot előadni. Na de ez megint csak egy újabb mélységes szint, amit sikerült elérni Gyurcsányéknak. És hát tudjuk, hogy ennyi jön ki belőlük. De mondjuk, ha Gréciről beszélünk, akkor tudjuk, hogy mi jön ki belőle. De azt azért nem szeretnénk ennyire elrontani a karácsonyi vacsorát, és hát gondolkodjunk azon, hogy milyen brutális diktatúra és elnyomás van ebben az országban, ahol a DK úgynevezett tévét, aminek semmi köze nincs a tévéhez, egy ótvaros YouTube-adás, azt hozhat össze, és ne felejtsük el a kedves dollár médiát. Mert hogy újabb, független, vagy baloldali kis hírportál indul, mert hogy arra mindig szükség van. Nincs még elég, nincs Telex, Index, HVG, 24.hu, Hírhogó, Hírklik, meg mindenféle ótvar, ami össze van itt rakva nekik. Nem, az kevés. Na jó, mi viszont még maradjunk ezeknél a retkeknél. Mert hogy az biztos, hogy lehet tovább cincálgatni a remek adásaikat. Miért is zárolták ezeket a pénzeket? Miért vonták meg ezt a pénzt Orbán Viktor kormányától?
mert Orbánék ellopják ezeket a pénzeket. Fogalmazunk úgy, hogy saját céljukra fordítják. Miért fogalmazunk úgy, István? A lopás az a lopás. Hisztérika a kettesebb tárcsakadló. Ha ezt a pénzt én nem a magyar nép, magyar ország építésére, szépítésére, jobbá tételére használom, hanem a vejemnek, a lányomnak, a cimboráimnak adom, az mi, ha nem lopás? De szerintem szóval van baj az István. Nincs, ezzel szóval ne legyen baj. Ezt hallottam, ha rácsapnak a fejére, aranypénzt fottyant a popójából. Csak én attól tartok, hogy lopásnak a magyar választók többsége inkább egy ilyen bolti lopásnak gondolja, és nem erről van szó. Akkor mit mondjak, utonállók? Az előbb mondtam. Kirabolnak minket. Te szemét hazug! Az vagy! Mert olyanokat mondtál, aminek a feleség az, te büdös, tetves, hazug paraszt! Amellett, hogy szánakoztok, igen, legyetek csak nyugodtan dühösek. Mert ez szerintem nem lehet másképpen, csak úgy, hogy az ember felcseszi az agyát. Mert amellett, hogy semmiről nem szól ez a hatalmas poénkodás, azért ne felejtsük ezt a 60-as évekből itt maradt józsarú, rosszsarú megoldást, egy ilyen álszent, álságos álvitát, amit előtte kitaláltak, hogy az egyik ezt mondja, a másik azt, és akkor így hirtelen próbálják erősíteni ezt a komcsi szar narratívát. Na de még ezt is rosszul csinálják. Úgyhogy Kálmán Olga, aki egyszer azt mondta, hogy őt ugye mindenki szereti meg elismeri, most olyan mélységekbe süllyedt, ami még magához képest is sok. De jól látátok, volt még itt valaki a kis komcsi csapatban, akit valamikor régen láttunk, bizony a piszkos körmi palotás elvtárs. Na hát ő is helyet kapott, a nagy helyezkedő. Szerinted véletlenül kaptak pont ők a legjobb szállodaépítők, erdősítők, meg nem tudom ki. A legjobb szó a lopás, de ha használod, használod. János, tegyél igazságot, ez lopás vagy nem lopás? István egy másik iskolában nőtt föl. Tetteimmel szocialista hazámat szolgálom. Tetteimmel szocialista hazámat szolgálom. Meg az Európa is másik iskolában nőtt föl, tehát komolyan mondom, meg a világpolitikai kommunikációja. De én most Olgához állok egy kicsit közelebb, tehát a megfogalmazásban. Legyen lopás! Micsoda forgatókönyv, micsoda váratlan fordulat, azt a büdös kommunista mindenit. De azt azért jól tudjuk, hogy Vágó István milyen iskolákban nevelkedhetett. Valami leninista, sztálinista, söpredék útvarban, és ezt adja tovább. De ezt a fordulatot, ezt az ügyes álvitát, hát ez valami hihetetlen. Na! De akkor jöjjön a piszkos körmű palotás. Biztos sokan emlékeztek még rá, hogy a 90-es években ő volt a vállalkozók pártjának az elnöke, aki még az MDF-hez is dörgölőzött. Na hát most Gyurcsányékhoz dörgölőzik. Ebből is látszik, hogy milyen alak ez. Helyezkedik, pénzt akar, és közben azt hiszi magáról, hogy ő a legokosabb. Erre egyébként sok példát is mutatott, most is ebben a beszélgetésben. Valami különleges ember. Na de hogy ő miket mond, és mennyire elkötelezett, azt is bebizonyította ebben a remek, kedves, cseppet sem kínos beszélgetésben. Azt könnyebb kihasználni az Orbáni rendszernek, hogy mások szépen udvariasan beszélnek, mi pedig megpróbáljuk a dolgot körülírni. Nem egyértelműen kell tenni, például az Orbáni rendszer az én felfogásomban egy bűnszervezet. És az Orbán Viktor egy bűnszervezet vezetője. A gyerekek, ez a legszebb az egészben, nem? Amikor ilyen alakok beszélnek arról, hogy bűnszervezet, meg hogy ellopják a nemzeti vagyont. Akik valójában ellopták, és most másra mutogatnak. Ilyen emberek is, micsoda csapat gyűlt itt össze. Hát vegyük gyorsan végig őket. Itt a két volt hazug tévés, a kamukvíz professzor, a csatornák rémura, Vágó István, aki állandóan csak kamuzik, hazudik, és rossz indulatlan beleáll mindenkibe. Aztán itt van a független, objektív Olgika, aki szerint a magyarok csak úgy tudnak lejutni a Balatonra, hogy egy napot vannak ott hűtőtáskával, és még így sem nagyon sikerül, mert nincs pénz. Az egyik legagresszívabb, kusztustalan. Na, szóval az a lényeg, hogy független és objektív. Aztán ne felejtsük el a Recska királyt, Gréci mestert, aki ugyanúgy beszél kultúráról, és ugyanúgy okoskodik, mint hogyha semmi nem történt volna, de mindannyian tudjuk, hogy mit csinált ez az állat. Aztán természetesen idejött Palotás, a piszkos körmű, úgyhogy igazán szép csapat, ebből még akár filmet is lehetne csinálni, hogyha megnézzük, milyen jelzőket lehet aggatni rájuk. És akkor itt van a DKTV, a Dákó TV, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt a förmedvényt, ami még szerintem azoknak is kínos, akik nézik. Mert hogy ilyen kérdéseket kapnak Kálmán Olgikáik, hogy mikor lesz majd az Iza ura, meg nem tudom milyen sorozatuk a tévén. Úristen, egy YouTube csatornán, ahol böfögnek mindent föl.
és arról beszélnek, hogy propaganda, miközben csinálnak egy sztálinista demagógiát, és ezt böfögik fel az embereknek. Komolyan, komolyan, ők itt tartanak. Na de ne csak róluk beszéljünk már. És leszögeztük, hogy a humor az baloldali műfaj. Hát menjünk tovább, mert a baloldal ezt tényleg állati jól műveli. Milyen cukik és hópihének öltöztünk mi ketten. Snowflake politics. Maguk a bundásmaci.net? Valami gáz van az oldallal. Én cuki medvéket akartam látni, de itt mindenképpen dagadt szőrös buzik vannak. Jingle bells. In the house. Ho, ho, ho. Jingle bells, csengés bong. Kellemes karácsony, te mocskos állat. A ház. Ugyanis újra itt vagyunk, ez itt a házon belül egy negyedik kiadása, és ez egy ünnepi alkalom, de mégiscsak azért vagyunk itt, hogy összefoglaljuk nektek, hogy mi történt itt a házban az elmúlt időben. Ez utolsó adásunk 2022-ből, ugyanis véget ér lassan az év. Ahogy a medvék is téli álomra térnek, úgy a parlament is most egy hosszabb szünetet fog tartani. Így van, véget ért a 2022-es őszi ülésszak, mint a rezsicsökkentés. Rossz válasz. Ha rád nézek, az jut eszembe, hogy milyen szomorú jövő előtt állunk. Elcseszett egy generáció a tiétek. Mi leszel, ha nagy leszel? Meg a tuzifa is elfogyott, meg minden egyéb volt még. A szaloncukor mikor lesz hatósági eljárás? Jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Már itt lenne az ideje. Vágjunk is bele. Egy érzelmi nyomorék vagy. A lelked egy nagy rakás kutyaszar ocsmány vagy minden tekintetben. Látjátok, a valós kultúra még a játszóterekre is begyűrűzik. Na de hát nem áll meg a poén. Látjátok, ezt a kretén bandát. Itt van az ukráni áldó Tompika, meg a hógörgetek hajnal Miki, akinek úgy látszik, hogy jól megy az élet. És ezt a hatalmas poént tudták összehozni, mert a baloldali a humor. Milyen cukik és hópihének öltöztünk mi ketten. Snowflake politics. Az úr teremtett így minket, vannak férfiak és nők. És vannak buzik is. Igen. Ezt most már látjuk. Na de gyerekek, a poén nem áll meg, mert itt van Imre. A társelnök Imre. Az MSZP társelnöke, a 2%-os MSZP társelnöke, aki igencsak zanzásítva mondja el nektek, hogy valójában mi történik a világban. És kinek van ott a bölcsekköve a kezében? Az MSZP-nek mindenben igaza volt, amit eddig mondott a munkavilágával kapcsolatban. Imre, ne csináld már ezt. Ez a te bajod. Túlságosan szerény vagy. Mi az, hogy csak a munkavilágában? Hát nektek mindenben igazatok volt. Hát Lenin élt, él, élni fog. Az MSZP-nek meg mindenben igaza van. Hát ezért vagytok 2%-on. Ezt az ostoba furkót. És megint beül a piros, már bocsánat, vörös munkát kenyeret pulcsiba. Ez a kőkemény tanácsköztársasági furkó. De hát az MSZP még mindig tényleg él és működik, viszont Bolgár Gyurinál már lehet, hogy vannak azért problémák, és a sima rossz indulat mellett most elkezdett imázsépítő videókat csinálni, most éppen Hiszékeny Dezsőről, a 13. kerületi MSZP-sről. Hát azért ez is jó. Maradjunk még mindig a humornál, hát annyira jól csinálják, olyan természetes is. Figyeljetek! Azt láttam valahol, hogy focizik még most is, 66 éves korában? igen, van szervezett bajnokság. Bravo. Veterán. Igazolt focista. Igen. Én hosszú évekig a MTK-nak voltam a kapusa. Aztán nemrég igazoltam át a BVSC-be. Hát mert ott nyilván sokkal többet fizettek, és ezek az évvégi leigazolások, játékos csere. Ez érdekes, itt már mi fizetünk, hogy FIFA ügynöke van, vagy... Nem. De... Igen, önöknek kell fizetniük? Hogyne, hát pályát, mindenféle más egyéb. Ez már szórakozás kategória, de nagyon kell vigyázni egymásra. Hát sokáig egy csapatban játszottam a Farkasházi Tivadarral. Azt hiszem, itt az ideje, hogy lássuk a medvét. Kérem Soros Györgyöt, hogy fáradjon fel. És ő abszolút a csapat dohánynya volt, hát ott 71 néhány évével vigyázni kellett rá. De komoly foci egyébként, tehát. Értem, komoly, nagyon helyes. Így tartja magát karban egy politikus. Na, azért most még ne kezdjük egymás faszát szopni. Fajkasházi Teddy, ugye? Hát milyen kis poénos, drága kis beszélgetés volt. A Bolgár Gyuri bácsi is olyan aranyos volt, ahogy itt vicceskedett. És tényleg, most így a végén végleg elismerhetjük, hogy a humor az baloldali műfaj. És hogy miért kellett ezt végig szenvednünk? Azért, mert a karácsony
a szenteste, a család, a szeretet, az ezeknek az embereknek nem fontos. Ők folyamatosan csak ezt nyomják az arcotokba, a DKTV-t, ezt a gusztustalanságot. De most mi, hogy befejeztük ezt a történetet, szeretnénk tényleg áldott, boldog karácsonyt kívánni mindenkinek. Engedjétek el ezt az összes hülyeséget, legalább egy pár napra. Mert persze velük foglalkozni kell, de itt van a karácsony, mindenki töltse a családdal, mindenki próbáljon feltöltődni, és felejtse el, hogy ilyen alakok is vannak. Az új évben úgy is találkozni fogunk velük. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, mi azért szilveszterre még készülünk egy best of furkósággal, úgyhogy azt azért nézzétek meg, de hagyjátok a karantént is, tudjátok mit? Ne foglalkozzatok ezekkel. Vigyázzatok magatokra, boldog karácsonyt, áldott ünnepeket, az új évet még nem mondom, mert arra úgyis visszatérünk, és természetesen azért iratkozzatok fel a Karantén Vlog YouTube csatornára. Köszönjük, hogy egész évben minket néztetek, hogy egyre többen vagyunk ebben a közösségben. Maradjatok is itt velünk, jövőre pedig folytatjuk. Sziasztok! Itt a fátok! Kurva boldog karácsonyt, és mostantól kus legyen!